Matyi, a múlt héten is téged kérdeztünk, mert múlt héten is remek teljesítmény nyújtottál. Ez most sem volt másképp. Milyen volt ez a meccs belülről? Köszönöm szépen. Igazából ez egy sokkal könnyebb mérkőzésre sikeredett, mint ahogy vártuk. Nagyon jó volt az első fél időben a csapatjátékunk, nagyon szervezettek voltunk, nagyon agresszívak, és ezáltal rengeteg labdát szereztünk, amiből ugye 5 gólt is tudtunk rúgni egy fél idő alatt. Nyilván nem a védekezés a fő feladatod, de mennyire örömteli, hogy kapott gól nélkül lehoztunk végre egy találkozót? Ez szerintem minden csapatban örömteli, nyilván ilyenkor a kapusokat is szeretjük ezzel kicsit hesszelni, úgyhogy nyilván nem az én feladatom elsősorban, de ez egy csapatjáték, úgyhogy nagyon örülök neki. Bognár Gyuri is kiemelte a teljesítményedet. Mennyire fontos számodra ez a bizalom, hogy látszik, hogy bíznak benned a szakmai stáb tagjai? Hát nyilván nagyon fontos, és érzem is a bizalmat, és hát megpróbálom meghálálni. Most is Kanta Józsihoz mentél ki az egyik gólod után, úgy látszik, hogy nagyon jó a kapcsolatotok. Mi ennek az oka, hogy vele örültél együtt? Hát nagyon sokat segített tavaly az MB3-ba is, és meg játszottam is még vele együtt edzőmeccsen itt az első csapatban. Még régebben, úgyhogy igen, így szorosabb a kapcsolatunk, és mivel mindig azt szokott melegíteni, ezért szeretek oda menni hozzá. Te hogy látod, miben van még tere a fejlődésnek, akár egyénileg is, akár csapatszinten is? Nyilván csapatszinten minden meccset szeretnénk minél kevesebb kapott góllal lehozni, és minél több rugott góllal. Ebben a mai mérkőzésben is még benne maradt szerintem jó pár gól. Egyénileg pedig nyilván szeretnék még többet fejlődni, ugyanúgy az egy az egyekbe fejlődni, és lövésekbe, fejelésekbe még azért fejlődni szeretnék.